Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Nem azért van a kezünkben egy üveg víz, mert Technoparkba voltunk és beszpideztünk, hanem mert pályanap van. De ez egy driftautó, és itt helyben tarkolőnek a driftér. Mit csinálsz te itt most? Próbálok időre menni. Igazából azért jöttünk, mert a Dedistől kaptunk mi is egy futóművet, csinált egy full egyedi futóművet az autóhoz, és ezt szeretnénk itt beállítani. És hogy állsz eddig? Tehát eddig milyen futómű is volt benne? Egy módosított Celica? Egy Toyota Celica, maga ez a gólyalábról beszélünk, uh-huh. Ez egy Toyota Celica volt, egy japán konténerből jött egyébként, és megnéztük, ugye mivel... Konténerből? Én azt hittem autóba szerelik. Így van, de... Hát egy japán import volt, tehát sokan foglalkoznak itt alkatrésszel, és ugye néztük, hogy SR20-as Nissan csonkálványon van. Igen. Tehát azt néztük, hogy ott lent mi hasonlít. Ugye a toronycsapágyat azért nagyjából könnyű állítani, vagyis hát módosítani, mert ugye ezek ilyen szerelhető toronycsapágyak, ezek a versenytoronycsapágyak. Úgyhogy ez egy az egyben olyan volt az alsó befogatása elől is és hátul is. Ez nekem egész ideig nem volt meg ugye a motorról, már nagyon sokat beszéltük, majd mindjárt kitérünk arra is pár szóba, de tényleg nézzétek meg a korábbi videókat, ott mindenki derül. Szóval, hogy tök sokat beszéltünk a motorról, hogy Mercedes. De én azt hittem, hogy ez egy 190-es, ami a kis Merci jó futóművel, tehát minden alkalmas arról, hogy versenyautót építs belőle, de hogy ez nem így van. Akkor... Nem, ez azért változott, ugye egy problémánk volt a gyári 190-es hátsó futóművel, az volt, hogy a diffi és a féltenge kevés volt. Tehát a dízelnél is egy ilyen 2-3 versenyenként féltengelyt cseréltem, diffit cseréltem, és elfogyott az alkatrész is, mert hogy lementem a bontóba, összettem az összes bontott féltengelyt. Ha felújítottam egyet, rosszabb lett, mint bármelyik gyári, amely kínázott az esőn 10 évet. Nem mondhatom el. De mindig bontott volt, és mindig azok mentek el a legtöbbet. Szóval ennek véges a készlete, ugye? És akkor itt jött az ötlet, hogy amit beszéltünk is itt az előbb, megnéztük, először bálnát szerettünk volna, 140-es? Így van, vagy az egyel újabbat néztük, ugye 220 jött utána? Igen, összefolyt lámpás. Így van, a alumínium bölcsője volt is nálam egy ilyen, de mind a két befogatási pontja szerintem egy ilyen, hát egy 20-30 centit, hát annyit nem is az túlzás, de egy 10 centit biztos, hogy szélesebb volt oldalanként. Akkor lőjük le a poént, hogy mi az, aminek jó helyen volt a befogatási pont a 190-es verzió. Így van, Sorrel és a Supra hátsó híd van benne. Toyota Supra, hátsó híd. MK3, nem MK4, MK4. A gömbölyű. Így van. Mert hogy az stimmelt. Így van. Hogy az Istenbe történhetett? A Suprának az első felfogatási pontja egy az egyben stimmel a Mercivel. Tehát itt a távolságról beszélek, nyilván a szilent az nem ugyanaz, mert a Mercinek egy kicsit más szilentje volt. Persze. De csináltunk bele egy szilentet, és egy az egyben lyukra ott van az első. De tudtam, ma lesz még a szabályzat is előírja, hogy ezeket nem módosíthat. Ez volt a lényeg, így van, azért nem tettük be a bánának a futóművét. Mert hát hogyan módosítani kellett volna. Így van, hát hogyan hozzuk ki 10 centit. Tehát egy közdarab nem fog annyit tartani, hogy 10 centit kihozzuk mind a két oldalt. Jó, de itt is valami alsóbrendű japán gyártónak a feliratát. Hát ha ide megyünk, akkor Nissan a fék, így van. Nissan a fék. Nissan a csonkálvány, egy egyedi lengőkar van benne, egy egyedileg hegesztett csőlengőkar, aminek az alapja egy 190-es Mercinek a belső befogatói. Látod a hegesztés. Erre azért volt szükség, hogy agyatlan kormánykitérést tudj neki adni, ugye? Így van, növelni kellett a szélességet elől. Uh-huh. Úgy, hogy nagyot tudjon fordulni, tudjunk neki dőlést adni a keréknek. A dőlése meg azért van szükség, ugye, hát itt driftben ugye Ackermannak hívjuk, amikor alászeded a két kormányt és nagy lesz a szög, elkezd a külső kerék kifele dőlni. Igen. Na most azért van nekünk irdatlan nagy dőlés, hogy mert amikor nagy szögre megyünk, akkor, is a... akkor nekem a bal első egyenesen áll kb. Mert hogyha így áll és így mész keresztbe, akkor külső peremén futsz a gumina. Igen, és elől ugye kell a tapadás. Így van. Annyit mondj még nekem, hogy... Nagyjából gyárinak érzékelem a 190-esnek a hossznyúlványát, itt nyilván kivágtad a doblemezt, és előre már egy egyedi cső szerkezet jött, amire föl tudtad rakni az autó elejét, hogy optikailag kiadja. Itt amúgy van bármiféle belapolás, erősítés, vagy a 190-es Merci eleje az alapvetően így megbírja ezt? Nincsen semmi.
ez így nagyjából bírja. Talán itt ugye, itt volt egy ilyen előkis lemezke, ami itt az aksitálca volt, és ugye nyilván az előlemezke az melegítette, vagy merevítette egy kicsit. Nyilván itt ugye visszalapoltuk, ami ki lett vágva, de azon kívül plusz nincsen. A régin volt egyébként toronymerevítő, erre mivel kikötöttük a csövet ide a toronyhoz, ezért már itt toronymerevítőt sem használunk. És a másik szabály a driftből, ami nekem megvan, hogy nem szabad megvágni a tűzlemezt, és hogy ez az autó ebből a szempontból is rohadt szerencsés, mert hogy két tűzlemeze van, ez volt a csempész tűzlemez? Így van, hát ez a fő tűzfala, ami nekünk érintetlen, tehát azt nem is vágtuk meg. Ez a szabálykönyv szerint ennek ilyennek is kellene. Így van, és van egy előtűzfal, ameddig gyárilag a motort engedték, na most nekünk ez azért volt hasznos, mert az előtűzfalat kiszedtük, és így hátrébb tudtuk rakni a motort. Tehát, hogyha megnézed, egyébként még mindig van egy 20-30 centi a tűzfalig, és azért nem tettük csak hátrébb, hogy nehogy túl, tehát az a jó súlyelosztás driftből, hogy ilyen 52-48 az elosztás. Na most, hogyha átlimenünk 50-50-re, az már nem lesz jó. Mindenki ez, amikor emberek mondják, hogy most akkor az autónak megvan a tökéletes 50-50%-os súlyelosztása. Egyrészt hát ez nem tökéletes. Amúgy. Nem, az MX-5 is 52-48 gyárilag. Azért mondom, hogy így driftre is 52 és 54 között kéne legyen valahogy 54-40. Itt a belsejében igazából sok minden nincsen. Van egy Android kijelzőnk, az nem túl motorsportos, ez még terve van, hogy lecseréljem. De miért? Igazából lassú. Az a baj, hogy már rég indítanám az autót, és legalább egy 2 perc, mire bebútol az Android, és nagyon idegesítő. Két Max-Eco modult látok, azt mondom is, amikor előbb... Az egyik a motorvezérlő, igen. A másik pedig egy PDM, ami a biztosítéktáblát helyettesíti, tehát ebben egy elektromos biztosítéktábla van. Magyarul te virtuálisan állítod be a biztosítékokat. Te beírod, hogy 15 amper. De a határfeszültség? Így van, és ez most tökölön ki is derült, hogy nagyon jól működik, mert hogy tönkre ment a vízpumpám, és úgy ment tönkre, hogy folyamatosan nagyobb feszültséget ő vett föl. És egyfolytában megállt, és azt hittem rossz a vízpumpa. Végülis rossz volt, nem tudom miért állni, de azért, mert Max-Eco kiverte ugye a biztosítékot. Tehát ugye 15 ampert meghaladta a felvétel, és letiltotta mindig. Van a jó kis Samsonas, ezt Oliver mellett már tapasztaltam. Ez egy 6-sebességes, 5-sebesség? 5-ös driftre elég. Így van, egyedi áttétel, én kértem az áttételt, senkinek sincs ilyen Magyarországon. Megint csak olyan volt, hogy mondták, hogy ezzel menjek, mert ő ezzel megy, azzal menjek, mert ő azzal megy. Mondtam, hogy nem. Én ezt szeretném. Felelőtlenül rátámaszkodtam, aztán most nézem, hogy itt nincs autó. Gondolom a hátsó tengelynek a könnyítése az feladat mindenképpen. Így van, hát itt csak egy cső van. Igen, és ez pedig itt amellett, hogy tankonzol, gondolom még azért, hogy meg tud emelni az autó hátulját közben. Ott emeljük, így van alatt, aha. Na, üzemanyagpumpákat, meséld már el, hogy itt... ugye itt oda kell figyelned arra, hogy nem szegényedhet el a keverék. Így van, ez nagyon fontos. Mert elolvad, átégnek a dugók, aztán hello. És hogy ezért most már kettő van benne, korábban csak egy volt, nem? Így van, egy darab volt, akkor volt is egy motor problémám, tehát amiatt elolvadt a dugattyú. Hát egy keveset tud, vagy én azt mondom, hogy inkább legyen egy üzemanyagrendszer túlméretezve itt a benzinesnél, mert ugye úgy működik egy ilyen széthúzott benzines, hogy az üzemanyag hűti. Tehát többlet üzemanyagot juttatunk be a motorba, hogy hűtse a dugattyút. Párolgással elvonja a hőt. Így van. És azt látom, hogy nyilván befektettétek ide a hűtőpanelt, mert előre nem mehetett be, lebukik a levegő, áttolja és lyukas a csomagtérfedő. Ezek a megoldások amúgy már így bejáratottak, tehát hogy aki 190-esből épít, az így épít, vagy ez megint ilyen ki kell tapasztalni és meg kell csinálni? Igazából ez nem konkrétan a 190-esből, hanem ez egy driften bevált módszer, tehát hogy sokan ezt használják. Uh-huh. Igazából szokták ugye innen oldalról is rávezetni a levegőt, szóval szoktunk olyat látni, hogy itt van ilyen nagy légtechnikai cső, mind a két oldalt, és egy logikus, mert keresztbe mész, ugye oldalról vezeti be a levegőt. Tényleg, igen. Most ez itt nálam nincs megcsinálva, de sokkal hűvösebb van itt, mint a motortérben. Tehát emlékszem először, mikor ezt megcsináltuk, fönt volt a csomagtérajtó, és nem volt kivágva. Uh-huh. És nem volt még kivezetve a tankolás, tehát itt lent tankoltunk, nem tudtuk megfogni ezeket a gombokat, olyan forró volt. Egy dolgot mondja így még a végére. Mire ez az autó eljutott ebbe az állapotba, hogy így beleülsz, mész vele, és akár drift verseny, akár egy poénból egy pályanapon, mennyi idő volt idáig eljutni? Hány évet toltál bele ebbe a konkrét autóba? Hát ebbe a konkrét autóba benne van szerintem már 3 év. Tehát ez először összement dízelmotorral, meg ugye nyilván ezt önmagában a nullából egy 190-esben nem építettük volna ilyenre.
Ebben benne van az előzőnek a tapasztalata. Azért is választottuk, hogy új kasznit építünk, mert tanultunk egy csomó mindent a réginél. Tehát, hogy abból indultunk ki, hogy a régit már fölösleges 6-szor átfaragni, mert ott mindig próbálkoztunk, idehegeztettünk oda, és akkor az egész autó már csak egy hegesztés lett, úgymond. Most nyilván nem, de már milliószor, és akkor úgy voltam vele, hogy nyugodtan van időnk, tisztán elkezdünk egy ugyanilyet, és amit az előzőben hibáztunk, azokat kijavítjuk. Ez itt most egy SSGT-i, az Ambelli Ákos tervezte pályanap, erről is volt már adásunk, meg tudjátok nézni, de szép lassan a végéhez közeledünk, és ugye itt van állandó időmérés, és Tomi még nagyon szeretett volna valamit elmondani, úgyhogy a színpad a tiéd. Igazából kijöttünk egy drift autóval, biztos, hogy sokat dobott a futómű is, mert nagyon jól mozog az autó, de ugye ez tulajdonképpen driftben van beállítva, és hozzá kell tennem, hogy ilyen gumival megyünk. Enyhén szálszakadt. Egy szezon még van benne. Így van, ez azért ilyen, mert egy fordított gumi, tehát ez belül volt, és megfordítottuk a kettőt, és ugye amikor driftbe megyek, bal láfékkel kockára szoktuk fékezni. És ugye ezért egy kicsit itt megkopott. Szóval nem is egy új gumival mentünk, mindegy, az a lényeg, hogy sikerült a nap legjobb idejét megfutnunk. Egy drift autóval. Így van, tehát hogy mindenki mondta, tehát az elején úgy álltunk itt neki, hogy mindenki azt mondta, hogy hát miért jöttem ki ezzel nem is fogok tudni menni. Mondtam, hogy jó, majd azért tudom. Lehet, hogy át kéne építeni pályaautónak, és akkor? Hát ahhoz egyébként drága, tehát azért, hogy egy kakucsig által kis csúk azért drága szerintem, meg hegesztett diffi, tehát azért ezt kellett tudni kezelni is, de hogy, és ráadásul egy jó idő itt kakucsingen, mert hogy 41-et mentünk. Szép. Majdnem 40-es idő, úgyhogy szerintem azért megtettünk mindent, hogy kimaxoljuk ezt a történetet. Eszméletlen sok van benne. Meg hát ültél bent egyébként, tehát hogy érezted, hogy... Ez volt a felvétel, és igen, és így, hogy vége, szerintem legyen az a vége, hogy bevágjuk a végére vágatlanul, amikor viszel egy kört. Hadd hallgassák a csattogását az egésznek. És köszönöm.